Megnyitotta a kapuit hétvégén a Gébárti Alkotóház programjaikkal egy országos kezdeményezéshez. A kilencedik alkalommal életre hívott népi kézműves alkotóházak és műhelygalériák országos hetéhez csatlakoztak. Az a most egyebek mellett a nemezelés technikájával ismerkedhettek meg. Az elmúlt héten országszerte 56 helyszínen várták az érdeklődőket. Az évente egyszer meghirdetett rendezvénysorozat rendhagyó lehetőségeket kínál. A mesterek a saját műhelyükbe vagy az alkotóházak nyitva voltak a nagy közönség elé, és direkt olyan programokat szerveztek, amelyekre várták az érdeklődőket. És ez hétköznap, hétvégén egyaránt el lehetett érni a rendezvényeket. És hát mi is ennek keretében, a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház hozta létre a mai, illetve hétközben pedig nyitva voltunk olyan szinten, hogy a szakköreinkbe be lehetett tekinteni. A résztvevők Zalaegerszegen Horváth Éva népművésztől sajátíthatták el a szakmai fortélyokat. Ő a nemezelés szeretetét adta át a hozzácsatlakozóknak. A nemezelés az igazából egy nagy csoda, a gyapjúnak egy nagyon-nagy csodája, hogy mindenféle tárgyat el lehet készíteni, a születéstől a, egészen a sírig elbír kísérni bennünket. Azoknak a tárgyaknak az együttese, amit nem ezből el lehet készíteni, ha csak a mellettünk levő sátrat megnézzük, már ugye egy lakhely is benne van ebben a történetben. A major házas pár Kaposvárról érkezett. Mint mondják, számukra az alkotás feltöltődés. Ahogy csak tehetjük, eljövünk hétvégeken foglalkozásokra. Nagyon nagy élvezetet jelent számomra, hogy kiszakadhatok a hétköznapokból, és egészen mással tudok foglalkozni, mint amit hétköznapokban teszem. A Gébártra látogatók ezen a napon azt is megtudhatták, hogy van-e különbség jurta és nemes sátor között.